Sziasztok, ez itt a Metal Sziget, én Fejes vannak, és itt van velem Kristóf. Sziasztok, sziasztok. A mai adás egy újabb prototípikus adás lenne, ugyanis az elmúlt időszakban kb. Csak prototípikus adásokat csináltunk. Egy ilyen hosszabb adástípusnak ez lenne az első, hát, tesztadás, mondjuk. Talán. Ja. A koncepció az, hogy különböző metal műfajokban, jelen esetben a black metalba műfaji klasszikus előadókat vennénk végig. És akkor ez lesz a akármilyen metal műfaj klasszikusai. Igen, műfaj. Jelenleg black metal klasszikusai, és nem kell nagy fantázia hozzá, hogy így az első adásban ez a Báthory lesz. És ez nagyjából úgy néz ki, hogy beszélünk majd a formációról, illetve az anyagairól. Igen, és fontos, hogy ez nem, vagy nem feltétlenül, legalábbis az én meglátásom szerint nem, vagy nem feltétlenül zárja ki annak a lehetőségét, hogy egyszer majd lesz amúgy Báthory zenekarbemutató is a csatornán, tehát ennek kicsit más a profilja. Ez lényegesen szubjektívebb és kevésbé kimerítő a zenekar történetét és munkásságát illetően. Igen, annál is inkább már a, most így, nem nagy titok, azért valamennyit olvasgattam, meg hallgatgattam Báthoryból, és így simán kijönne belőle egy tök jó zenekar bemutató, szóval lehet, hogy ez is lesz, de az biztos nem most. A távoli jövőben a jelenlegi terveim között, vagy az enyémek között legalábbis nem ez szerepel, vannak tervek, és remélhetőleg idén még, hát legalább egy jön, az aktuális is a maga nemében, ennyit rárulhatok. Igen, meg annyit, hogy nem hagytad el az albetűt. Vagy a B az már jön. Ez azért már nagyobb spoiler. Jó. No, és akkor tehát, hogy a Báthoryról speechelnénk, ez nagyjából úgy néznek ki a műsor, hogy gondolom ilyen kis bevezető után nagy összességű, vagy átlagban beszélnénk, hogy mi a here is ez, mi a jelentősége, mármint a Báthorynak. Illetve utána végigmennénk a nem rövid életművön, ami egyébként 12 albumot taglal, plusz 4 vagy mennyi válogatás van benne, azt hiszem. Hát 5, hogyha az In Memoriamot is belevesszük, ami 3-ban, tök mindegy, azokról nem lesz szó. Egyébként azoknak is lenne ilyen külön érdekesség, hogy például ezeken a válogatás albumokon van egy csomó olyan anyag, ami az eredeti életműben nem került bele ilyen olyan okból, de ebben most nem mennénk bele, elegendő lesz szerintem az a 12 album is. Bőven. Az főleg is... ugye ezeket szánt a kiadásra, ha végső soron meggondoljuk, vagy bár nem, a jubileumi albumok azok már az, még az ő életében jelentek, meg akkor végül is gondolom nevét adta hozzá. Igen, én is emlékszem, azokon vannak ilyen full random dolog, amiket nem találtam meg más albumokon. Hát talán azért, mert más albumokon nincsen rajta, tehát nehéz lett volna megtalálni, de igen, azokat én se vágom. Sőt, megmerem kockáztatni, hogy egyiket se hallottam soha, de azért, hogy mondjam, tehát a Báthoryról, szerintem el is kezdhetünk erről beszélgetni itt az elején. Még annyit, hogy bocsi, még a maradva annak, hogy fog kinézni a műsor, természetesen az én toplista mániám sem fog elmaradni. Azért még albumról el fogjuk lőni, hogy nagyjából csináltunk egy ilyen best to worst, vagy worst to best, de tök mindegy, mert most nem így fogunk haladni. Szóval ilyen 1-12 skáláig, vagy tehát így sorban rendezve az albumokat, el fogjuk mondani, hogy nálunk ez hanyadik az életműben. Igen, meg persze a végén összefoglaljuk, ez nyilván, mi ezt mind a ketten megcsináltuk, tehát külön listánk van. Igen, és akkor amit még érdekesebb. Igen, és amit akartam, és akkor talán ezzel is kezdhetjük, hogy a Báthoryról azt kell tudni, azt szerintem sokan tudják a hallgatóság soraiból, hogy egy kultikus black metal zenekar volt eredetileg, de egyébként ugye az életműben három stílus az, ami talán meghatározónak mondható. A black metal, a viking metal, vagy viking metal, meg a thrash metal. És akkor ezeknek ilyen különböző ötvözetei is megjelennek itt-ott. És én alapból a viking metal műfaját szeretem a legjobban a Báthorynak, de a black metal műfaját se vetem meg. A thrash metal műfaját azt... Hagyjuk. Hát azt nem azt, hogy hagyjuk, de hogy az internetes közösség, ahol én ugye olvasgattam, úgy ismertem meg a Báthoryt, hogy YouTube-on zenéket hallottam tőlük, mert én már az a generáció, aki ismert meg zenét. Aztán olvasgattam róluk, és akkor mondták, hogy a thrash metal albumok azok nagyon rosszak, legalábbis így Metal Stormos értékelések, vagy Metal Encyclopédiás értékelések alapján, és azokkal nem is nagyon próbálkoztam, és most, hogy erre az adásra készültünk, akkor mindegyik lemezt meghallgattam kiadási sorrendben, és nem alaptanak ezek a vádak, de majd ezekről beszélünk, amikor odaértünk, de hogy azt akartam mondani, hogy három öntetű ez a dolog, és nyilvánvalóan van olyan, akinek a viking korszak tetszik a legjobban, van akinek a black, biztos van önök is, akinek a trash. Meg ezeknek különböző ötvözetei. Van, aki szereti a viking, meg a black korszakot, mint én. Olyan haverunk is van, aki mind a hármat szereti, azt mondta, hogy minden Báthoryt szeret, mondjuk az még önmagában szerintem. Hát sem, az se probléma, hogyha valakinek a trash tetszik, csak én a magam részéről nem értem. Egyébként a trash, most én tikázódtam egy kicsit, de egyébként most az életmű tekintetében szerintem nem annyira jó, de egyébként mint önálló alkotások a három albumból, mondjuk úgy, hogy másfél, az tök oké.
De erről majd ott lesz szó. Egyébként igen. A másik érdekesség ugye ennek a hármas felosztásnak, hogy ugye van három Black albuma, van három Trash albuma, és lehetőleg ugye három Viking albuma is lett volna, vagy hát volt, bocs, nem lett volna, volt, csak aztán ugye az új, nem is mondom, a 21. századra rákonyarodva, még nem ott pont egy Trash-sel kezdődik, tök mindegy. Szóval ott kezdett egy újabb ilyen Viking szagát, ugye ez a Norland 1-2 az utolsó a kiadványa, de egyébként, hogyha az nem lett volna, hál' Istennek, hogy lett, akkor igazából így kb. Mindenből lett volna három. Hát plusz a Battle Ice, de egyébként igen. Igen, hát, igen, de az egyébként félig meddig ilyen kicsit kahutájás is, de erről majd lesz. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a Bloodfire Death az igazából proto-Viking per Death, per Black, de majd erről beszélünk, odaértünk. Igen. Egyébként számomra az életműből is egyébként a Viking, ami messze kiemelkedő, és nem vagyok benne biztos, hogy ez pusztán szubjektív szempont, szerintem egyébként objektíve nézve is azok a legjobb minőségűek, és most nem a master minőségre gondolok, hanem zeneileg, meg igazából majdnem minden szempontból zeneileg, még akár albumborító szempontjából is nézve, zeneileg, borítók szempontjából, egyébként minőség szempontjából is, ez egy kicsit bajos ez a megfogalmazás, ugye mert a Proto Blacknek, sőt a Blacknek is egy ilyen felemás részben, de alkotó elem ez a lo-fi, vagy más néven necrosound, ez a lo-fi hangzás. Mondjuk itt, ha majd sorba kerülnek ezek az albumok, ott azért kiderül, hogy nem volt annyira tudatos, hanem így sikerült. Tehát hogy ezután ugye a Viking után jön a Black, és aztán a Trash része, én nekem ez így jön sorba. Ugyanúgy, mint nálam. Igen. Na és hogy beszéljünk egy kicsit magáról az formációról is, nem mint hogy eddig nem erről beszéltünk volna, de egy kicsit tények talaján maradva. Ugye 83 márciusában alakul meg a zenekar. Egyébként sokan úgy tudják, hogy a Bátori az ilyen one man band, ami javarészt igaz, azt a számítva, hogy gyakorlatban azt hiszem csak a Hammerhearttól van, hogy csak egyedül csinál mindent is. Azelőtt voltak tagjai, sőt talán még ott is. De mindegy, szóval javarészt ő írta az anyagokat, csak a stúdiózásban segítettek be neki. Egyébként hol kettő, hol három fős volt a formáció, erről talán meg is ejthetünk pár szót. Ugye a 80-as években még próbált hát zenekarban működni, egyébként még koncertjeik is voltak. Összesen ilyen 4-5, tehát ilyen nagyon minimális, egy 83-84-ben. Aztán egész egyszerűen így rájött Porto, hogy neki a faszatele van, ezzel nem fog szervezni koncertet, meg kurva macera. És a másik az, hogy hát most nem fogunk végigmenni a tagokon, de egyébként, ha valaki megnyitja a Wikipédiát, ott elég nagy ilyen taglista van, de mindig ilyen 1-2 év. Tehát ilyen 1-2 évet nem éltek meg mellette, és ennek javarészt egyébként a későbbi interjúiben is mondta, hogy jó részt az volt az oka, hogy amit ő csinált, ez egész egyszerűen nem nagyon volt ilyen. Főleg Svédországban. Svédországra azt kell tudni, hogy a 80-as években kezdett ott létrejönni egyáltalán az, hogy metal. Ugye a leghíresebb első svéd zenekar az a Europe. Az azt hiszem ebben a 83-84 körül kezdett felfutni, azt hiszem kezdőben Force néven, és e körül nyert meg valami svéd tehetségkutatót. A lényeg az, hogy Svédországból a metal élet az eléggé, hát fejletlen volt. Ami volt, az meg ez a 80-as évekbeli haj metal, ez az ilyen glammes izé. Én olvastam is ilyen interjút, becsőjé belevágok szóval, hogy kérdezték, hogy mondták Whartonnak, hogy hát, hogyha ilyen zenét csináltok, ez már a Viking korszak hajnalán volt. Ugye meg ugye ilyen mesztelen, vagy félmesztelenkedtek a promóképeken, meg ilyesmi, és ilyen Venom style-ba, vagy nem hát, is kicsit Venom style-ba. Is hasonlít. Hát a kettőnek a keveréke. És akkor mondták neki, hogy hát se a csajok nem fognak, meg a rádió, meg semmi, és mondták, hogy hát leszarják. Ő ezt nem akarja még véletlenül se, hogyha ezen múlik. És amúgy szerintem így kell hozzáállnia egy zenésznek, tehát nagyon sok szempontból nem értek egyet Whartonnal, erre majd kitérek, hogyha odáig jutunk, de ez a hozzáállás, hogy nem kell azzal foglalkozni, mivel lehet a csajokat meg a rádiót megnyerni, ez egy nagyon-nagyon építő dolog a zenei fejlődés szempontjából. Igen, illetve még annyi, hogy lehetséges, hogy ez a podcast két részből fog állni, kurva hosszú az anyag, de igyekszünk haladni. Hogyha egy részes lesz, egy részes, a kettő-kettő. Mindegy, visszatérve a tagokra, egyébként egyetlen érdekesség talán a tagoknál, hogy itt a 83-ban, amikor alakult a zenekar, az a dobos posztot, ezt ilyen Jonas Åkerlund töltötte be, aki ugye a Lords of Chaos-t is rendezte meg, azóta azt hiszem ilyen pop videoklippeket, meg minden ilyen szírszart rendezget. Igen. Ja. Na, ő például játszott a Bátoriba, egy betonkemény egy évet. De egyébként van például Paul Pelle Lundburg, akiről később egy interjúval kérdezték, hogy mit tudom, ezt nem is tudom, melyik hiszem a... Igen, a Under the Black Mark album kapcsán, hogy egyébként milyen volt a dobos, meg minden, és akkor így oda van írva a neve a csávónak a doboshoz, így
az egyébként a Fatterjával készült interjú, arra is mindjárt kitérünk, de így mondta, hogy közben a csávot nem látták így a felvételen, az egészet izé Horton dobolta fel. De így ott van a neve a csávónak, hogy amúgy ő a dobos. Mi kurvára nem vett el a felvételekre. Meg ilyen, hát van aki ilyen sztori. Ja, de azt hiszem például a trash érában az konkrétan ott hárman voltak. De szerintem nagyjából ennyi elég is a tagokról. Annyi a lényeg, hogy kb. Mindent is Horton csinált, néha voltak zenésztársai, akik feljátszottak ezt-azt. Igen, és ugye praktikusokból lett, azt érintőlegesen már mondtad is, hogy praktikusokból lett One Man Project egy idő után, mert egyszerűen nem talált maga mellé zenészeket. És akkor úgy mondta, hogy gyerekkorában dobolt, gitározni, szintizni tudott, énekelni nem, de nem baj, és akkor mindent megcsinált egyedül. Igen, ugye akiről szó van, ez a Thomas Björje Forsberg, alias Horton. Ugye ő 66 februárjában született. Ace. És ő bevette a nevébe hivatalosan az Ace. Igen, azt nem tudtam. Na mindegy, de 66-ban született, tehát amikor létrejött a Báthory Satzper kb. 17 vagy 8 éves volt, kb. 83-ban. Ja, 17 kb. 17. Ja. Ami érdekesség még, hogy ugye az első felvétel, na jó, akkor szerintem menjünk is bele kapásból ugye a Báthory korai sztoriába. Ugye ez egyből a Báthory album, de ennek van egy előzménye, hogy ez miért készült el. Ugye volt Svédországban, hogy megjelent egy ilyen kiadvány sorozat, ami később sorozat lesz, ez a Sweden Metal Attack, vagy valami ilyesmi volt a címe, már nem emlékszem rá. Valami ilyesmi. Igen, de ott finn és svéd bandák kerültek fel, ami egyébként az is nagy meló volt ezeket összeszedni, mert alig volt a korszakban így metal banda. És ez a Typhoon Gramophone-nak volt egy, a kiadónak volt egy ilyen metal sorozata, és ebben az első kiadványban az egyik zenekar lemondta, és akkor berakták helyére a Báthoryt. A Báthorynak 83-ban körülbelül 4 száma volt, azt hiszem ebből 2 került fel erre a kiadványra, ami azt hiszem később a Báthory albumon is rajta lesz talán. És akkora sikere lett, hogy a rajongói levelek, nem tudom, ilyen 80-90%-a a Báthory kapcsán jött a kiadóhoz. És akkor mondta magának a kiadó, hogy ez nem kutyafasz, ezért hát kvázi berendelték Hortonéktől az első Báthory albumot, ugye, ami Báthory néven került kiadásra. És a dolog érdekessége, hogy ennél a Typhoon Gramophone kiadónál egy vezető pozícióban lévő személy, aki azt hiszem felelt a kiadásokért, ez nem volt más, mint Horton apja. Ugye neki a polgári neve az ugye Stig Börje Forsberg, egyszerűen The Boss, csak így egyszerűen. Tehát, hogy Horton apja volt a stúdióban a ilyen vezető arc, és akkor ő összerakták a Báthory albumot. Egyébként sokáig tagadta, hogy a Bosshoz az a Fatterje, amit az viszonyban van. Azért nem értem, mert tök ugyanaz a neve. Meg egyébként a csávóról nézel képeket, így ez az egyik dolog. Meg ugye a Báthorynak a nevét is gyorsan ide beszúrnám. Ez olyan föltűnően magyarosan hat, hát valószínűleg azért, mert magyar. Báthory Erzsébet vérgrófnőről kapta a nevét a zenekar, aki ugye terjengtek róla ilyen pletykák hát már a saját korában is, meg pláne az utókorban, hogy ő szüzekvérében fürdött, hogy megőrizze a szépségét, meg ilyesmi, ami amennyire én tudom, az teljesen humbug. Valószínűleg egyébként nyilván az. Valószínűleg tényleg voltak szellemi problémái, ilyen-olyan okoknál, vagy belterjesség, vagy akár csak magát, úgymond magától, de ugye abban az időben, amikor ő élt, ráadásul ő a Báthory, meg még egy nagy másik gazdag magyar nemesi családnak is a leszármazotta volt, úgyhogy rengeteg birtoka volt. Nem csak azt mondom, a férje kapcsán is, aki szintén egy magyar gazdag nemes volt, aki egyébként azt hiszem valamelyik ostromon meg is, igen. Török háborúban meg is volt. Igen, amit akartam mondani, ebben az időben volt az, hogy a Habsburg kamara éppen a koncepciós pereket hajtott végre a magyar nagynemességen, hogy beszerezzék a birtokaikat. És akkor a pénz a háborúhoz. Igen, és akkor, hát meg ugye a föld, ugye az ugyanazt jelentette, és akkor, hogy Báthory Erzsébet, ő egy egyedüli sarja volt a saját családjának, ráadásul nő, ugye azt könnyebb ilyen rossz helyzetbe hozni, és akkor egyszerűen így ezt a Habsburg kamara generálta. Bár amennyire én tudom, mondom, valóban voltak pszichológiai problémái, de azért nem fürdött szűzlányok vérében. Hát meg amennyire én tudom, egyébként a férjével sem volt olyan rózsás a viszonya. Aztán is vetélt talán, és attól is egy kicsit megmakkant agyilag. Ugye ez az a korszak a 17. században, amikor valóban a Habsburg udvar próbált minél több forráshoz jutni, mert úgy kurvára nem volt olcsó a török háborúk. Ugye ennek a folyamánya lesz a vesemény összeesküvés, stb.
most nem töri órát tartunk. Nem. Szóval, de hogy innen vissza. A név egyébként, ugye ő meg ki nagyon sok black metal, meg egyéb metal zenekarban is megjelenik, kezdve a Venomtól, de akár ott vannak a Cradle of Filth, a korai albumokon rengeteg Báthori Erzsébet referencia van, és a többi, és a többi. Igen, és hogyha már itt tartunk, még mielőtt rákanyarodnánk az első albumról, a zenekari hatásokról is beszélnünk el, hogyha már szóba került a Venom. Igen. Ezt egyébként Quarton egész tagadta, hogy lett volna rálátása, sőt azt mondja, hogy igazából nem is hallotta még a Báthori első Báthori album kiéréséig, nem is hallotta Venomról. Ami azért fura, mert azt hiszem, hogy ilyen 83 körül ilyen interjúban, nem tudom, valahol már megemlíti, lehet, hogy nem pont ő, de valamelyik tagjuk a Venomot, mint hogy ilyen elsődleges ilyen ihletforrás. Ami egyébként lehet, hogy ebben van valami, mert később Quarton, ahogy az interjúit olvasgattam, így igyekezett kerülni a black metal kifejezést, mert ugye az is lehetett egy vált, hogy ugye a Venomnak a hasonló című dalából jön a black metal, és hogy ne legyen semmi köze hozzá. Ez érdekes módon így a saját zenét ezt ilyen death metalnak, meg esetleg black deathnek hívta, meg ami még fura, hogy a thrash-es albumait is egyébként ilyen hardcore power metalnak hívta, pedig a 90-esekben azért már ott szerintem elterjedt a thrash metal kifejezés. Az már biztos, még igen. Ha power metal, és szerintem már az is. Igen, szóval fura volt neki így a stílusbesorolása saját magát tekintve, de szerintem a black kapcsán ez valószínűleg a Venommal volt valamelyes összefüggésben, szerintem ez neki valahogy így biztos nem. Viszont én úgy emlékszem, hogy ő a Venommal kapcsolatos összehasonlítást mindig is tagadta, de ők Merciful Fate-et, meg Celtic Frostot, illetve hát korai Hellhammert, Slayert, Zodomot, ezeket hallgattak, és ezeknek a hatását mondták, hogy ez adott rájuk. Hiszem a Slayert is tagadta még, aminek lehet, hogy az az oka, hogy érdekes, amire valamennyire így nagyobb fokban hasonlít, azt mindegyiket tagadta, például a thrash albumaik, ezek javarészt ilyen Slayer behatású B.I.R. thrash félék, és ő azt mindig tagadta, hogy az hatott volna rá, nem tudom mi az igazság, de amit elismertek ilyen hatásként, az például Black Sabbath, Motorhead. Igen, csak azzal kapcsolatban lett volna egy kis boom-on, de arra majd szerintem, hogyha ráfordulunk az első albumra, Motorhead, Led Zeppelin, GBA, Gyakorlatilag minden ilyen protocucc, ami hatott mindenkire is kell. Igen, meg a hardcore punk. Yeah. Ami visszatérve a tagokra, még a javarészt amiatt is lehet, hogy a proto Báthori, tehát ami még a Báthori album előtti ilyen néhány felvett anyag, ami nem néhány, mert 83-ban 4-et vettek fel, 86-ban 6 dalt, aztán az albumra is felvettek még valamennyit. Na mindegy, de hogy a korai anyagaik azok nagyon ilyen hardcore punk beütésűek, amit később igyekezett kigyomlálni, de azért még ez az első albumon is hallható valamelyest. Szerintem ennyi elég a hatásokról, és akkor szerintem kanyarodjunk rá az első albumra. Most már végre igen. És akkor beszéljünk a Báthori albumról, ami 84. október 2-án jelent meg. Érdekessége egyébként az elkészültének, ugye ezt 84. júniusában vették fel, de az akkor köré csoportosult banda, az úgy nézett ki, hogy volt egy próbájuk, aztán felvették egyben az anyagot, de hogy hol? Stockholmban vették fel egy garázsban, ami félig meddig volt átalakítva a stúdiónak, és tele volt mindenféle ilyen szírszar autóalkatrészekkel, minden, és akkor nem nagyon volt hely. És akkor például a dob cucc, az úgy nézett ki, hogy így, hát nem nagyon hallatszik benne, vagy hát valamennyire hall, olyan, mintha gép dob lenne, vagy ilyen, mintha lennének benne blast beatek, de nincsenek benne, mert azt hiszem a dob az csak egy pergőből állt, egy címből, meg most tudom, volt meg valami hallgat, de nem volt például benne, azt hiszem lábdob. És helyileg barkácsoltak össze valami olyan mikrofonos megoldást, azt hiszem, hogy még szikszalagoztak is, meg mindenben alig fértek el, hogy ilyen hibaszottú lábdob hangzása van az egész dobnak, pedig nincs benne például lábdob. Meg így azt hiszem, az eredeti anyagot ezt vissza is lassították a felvétel után. És amiről beszéltünk korábban ugye a hatások kapcsán, például az első dal, ez a Storm of Damnation intro, ami egyébként, meg az outro is, egyébként azt hiszem lemaradt a kiadott anyagnak a hátoldaláról, tehát nem volt odaírva, hogy van introja, meg outroja. De jött például a Big Ben hallható belassítva, egy kicsit torzítva, ami egy kis utalás a Black Sabbathra.
És a Bátori kapcsán, az összes lemez kapcsán később elmondható, hogy hát a fiú nem adott ki túl hosszú lemezeket. Azt hiszem talán a Destroyer of the World-ző leghosszabb, ami 1 óra 5 perc. Hát ez meg 26 perc, vagy 27. Igen. Ez gyakori, ezekben az időkben megjelent ilyen kifejezetten extrém anyagokra eléggé gyakori, de ha meggondolod a Slayer-től a Rainblood, az mondjuk együtt későbbi, 2 évvel azután jelent meg, de hogy az sem, nincs fél óra, azt hiszem. Hát vagy a Zodomnak a, nem teszem az albumnak a civil, ez nem is album volt, hanem LP, az a jellegzetes, az a hóhér van az elején. Az a Evil, nem tudom mi a címe, most nem ugrik be, az is például rohadt lassú, de egyébként nekem hangzása az egy valamelyest lassú. Nem lassú, hanem rövid, de igen. Nem lassú, bocs, rövid, igen. Gyors az. Igen, gyors, de... Mi a francia színe, de nekem sem teszem be, csak az Obsessed by Cruelty, ez az első. Yeah. Hát most gyors kigugliztuk, In a Sign of Evil, szóval nekem az ugrik be erről az albumról. Érdekességek az album kapcsán, ugye a producer az a Fater, The Boss. Aki egy összehasszám halála után derült csak ki, hogy talán a faterja, ugye erről beszéltem. De akkor vált hivatalosság, igen. Igen, igen, bár nem tudom, hogy ilyen évből, hogy nem jött. És ami érdekessége a label megnevezésnél, folyamatosan ilyen black mark, meg ilyen lemezkiadókat neveznek meg, amik igazából nem léteztek, ez végig a Typhoon Gramophone-nak a kiadványa. Aztán 91-ben egyébként létrejön a black mark kiadó, ami ennek egy ilyen leányvállalata, de igazából itt ez valójában a Typhoon Gramophone-nak a kiadványa. De érdekes módon megnevezést, nem mindig Black Markot írták oda, amilyen kis érdekesség. Illetve ami még a borító kapcsán. Ugye a borító az egyébként Joshua Smith 1981-es munkája, ami Erika Jong-nak a Boszorkányok könyvéből van. Kisebb googlizás után meg is találtam az eredetit, ezt el is küldtem neked így. Igen, láttam. Kicsit átformálva, hogy eredetileg egyébként azt hiszem aranyszínbe adták volna ki. Kis adták, én amennyire úgy emlékszem. Leges. Egy kicsit van benne egy kis csavar a dologba, hogy aranyszínbe adták volna ki, viszont arra nem volt pénz. Ezért az ahhoz leginkább hasonló színbe nyomták ki, ilyen sárgába. Csak az meg rájöttek, hogy ez kurva gázul néz ki. És azt hiszem, ami 1000 példány így ment ki, amit ma egyébként ilyen gyűjtői körökben elég értékes. Milliárd fél forintokért lehet megvásárolni kell. Igen, és aztán átmentek, hogy akkor legyen fekete-fehér, ugye a kecskefej. A másik az vált ismerté egyébként, tehát igen. Ugye minden póló mintán az van, meg ilyesmi. Minden második Black Metal zenekar fellépőiből ez egyikben biztos van egy ilyen arc, aki ilyen bátor is felsőben van. Így van. A másik érdekesség például az a betűtípus, ugye ez a hát ezt mondhatni ilyen, nem is tudom, black metal beti típusnak, legalábbis kurva sok metal, meg black metal nagyon vissza, például a Burzumnál is, ez hasonló. Ez hiszem, ez ilyen old English text, igen. Ez amúgy van a Word-ben, ha valaki akarja próbálni, csak mondom, old English text. És ami további érdekesség még, hogy? Hát, hogy a... Eléggé, hogy mondjam, ilyen, nagyon ilyen csináld magad módszer, de hogy úgy készült a borítónak, hát a hátulja biztos, amin a daloknak a címei vannak, hogy Quarton vett egy ilyen old English, ez a már említett betűkészletet, matricákat, amennyire én értem, vagy hát ilyen fölragasztható, és ugye ez egy betűkészlet, és nem volt elég C ahhoz, hogy minden dalban legyen elég C, és akkor a Necromancy-ben 2 C van angolul, és a második C-t azt kicserélték S-re, mert hogy nem volt elég, és akkor valamivel pótolni kell, és így van egyébként. Szerintem a Spotify-on is így van fönt, meg hát az biztos, hogy az első pár kiadásnak a hátulján ez így volt. De amúgy én később is találtam olyan lemezt a Spotify-n, az vagy el van írva, vagy ott is ilyen. Szerintem ez annyira menőn néz ki, hogy így hagyták. Mondjuk egy jobban is így. Egyébként ugye azóta a hagyomány lett egyes black metalos körökben a Behemothnak van ilyen agymenése, hogy az off, ugye az angol azt jelenti, hogy valvel, vagy knock-knack, azt of v-vel írják, meg úgy általában mindent, amit F betűvel kéne írni, azt v-vel írják, azt nem tudom, hogy ez miért, vagy lehet, hogy azért, hogy a németül a V az F-nek ejtendő, hogyha valaki tud németül, ugye? Remélem, hát meg olyan szerintem azért is lehet, mert olyan rúnásabbnak hat. Nem tudom, lehet. Vannak ilyen agymenések. Na mindegy, de hogy itt a Necromancy az például azért van így, mert a kicsit kevesebb C betűjük volt. Igen. No, de egyébként a hangzások tekintetében itt ugye említették, hogy elég ilyen hát, hardcore punk jellegű, de egyébként eléggé hallatszik például a Motorhead hatása is. Ez például, hogyha nem tudom, így belehallgatsz pont a Necromancy, vagy nem is a Sacrifice, azt hiszem, az ilyen full olyan, mint hogy ilyen Motorhead számlál, de csak ilyen tudom, szétefektelve. És még további érdekesség, hogy a War című dal az egy, azt hiszem, egy Led Zeppelin riffre épül.
Így azért eléggé szét lehet szállazni, hogyha valaki kicsit utána olvasgatta, de hát így eléggé ideig számról lehet valamilyen kis mindenről rengeteg, hogy mondjam, ilyen easter egg van. Igen, és azt hiszem, nem, ezt sehol nem olvastam, ez csak az én gondolat, vagy hát én vélem így, de szerintem a azt hiszem a, nem is tudom melyik, pont a Necromancer, igen, az a Burzumnak a War című dalára kurvára hasonlít, van egy ilyen sejtésem, hogy az Vikernesnek az a ez azért van, mert a Burzumtól a War az egy Necromancy tribute a Báthorihoz, ez azért van. Igen, ezt nem tudtam. Azt nem tudom, hogy ezt elismerte-e Vikernes, de ez terjeng az interneten. Jó, én erről nem találtam infót, de nekem mindig rohadtul hasonlított a két dal. Egyébként maga az album, így, mint szubjektíven nézve, hát nagyon pánkos, nagyon recsegős, viszont van egy ilyen nagyon fasz, olyan kis darkos atmoszférája, és igazából nekem ez talán az egyik kedvenc Báthori dalom, hát mondjuk annyira nem, hogyha ötödik helyre raktam most így elmondva, hogy az én kis listámon az ötödik helyen szerepel, de azért már később voltak olyan albumok, amik egész egyszerűen, nem is azt mondom, hogy jobb. Ez máshogy jobb, mint a többi album. Tehát igazából az a baj, hogy vannak olyan számok, tehát hogy 1-12-ig, akkor nyilván egy helyre tudsz mindegyiket, tehát egy számhoz egyet tudsz hozzárendelni, de mondjuk nem tudom, van olyan album, hogy simán beraknék a top 3-ból, és akkor a harmadik az 3 album. Ez is valami ilyesmi. Én azt sűrűn szoktam hallgatni ezt az albumot, főleg edzéshez, elég jó spanolós, és adod neki egy kis külön bájat ez a fűnyíró hangzás. Én is szeretem, és igazából én az első 6 albumból mindegyiket szeretem, most egy poént lelőttem, a második 6 albummal vannak azokból néhányjal vannak a problémáim, ugye főleg a treses albumokkal, és szeretem ezt is, és a 3 tisztán black stílusú lemezük közül ezt szeretem, hát ez a középső nálam, tehát nem ez a kedvencem, és nekem 7. helyen van a listán egyébként. Nekem egyébként a black a Necromancy-nek a szólója, meg a Raised Dead az mindig nagy kedvenc marad. Igen, a Raised Dead meg az áll jól a Raised Dead-be, hogy ilyen, nem tudom, van egy ilyen kis ilyen rock'n'roll-os ringása, vagy nem is tudom, hogy nem az ilyen drrrr dara az egész, hanem ilyen, nem tudom, tényleg olyan, mint hogyha a Raised Dead, tehát hogy nem tudom, ilyen hullákat élesztenének benne. És itt a 80-as évek horror filmjei hangulatot ábrasztja. Új szavakat alkotunk a podcastben, szóval árasztja. Igen, és egyébként szerintem ezzel az albumról egyébként, hogy kell ilyen best of dalokat választani, nekem is egyébként a Raised Dead a kedvencem. Túl azon, hogy nagyon ilyen horrorfilmes hatású, szerintem meg egyébként magának a Quartonnak is így a tap-top a később kibontakozó zeneírói tehetségének egy korai lenyomata ez. És azt hiszem egyébként ez nem is az egyik első daluk egyike, hanem ez konkrétan. Ja, az a másik szuper jó dolog ebből, hogy azt hiszem, hogy konkrétan egy csomó számot a felvétel előtt írt meg. Jó, hát végül is a Paranoid is a próbateremben készült, tehát önmagában ez nem probléma. Igen, ez ilyen old school bomonok. Még a tematikát tekintve ez ilyen hódsátánista. Ugye 17 éves Quartonnál ez ilyen lázadás egyformája volt, hogy írjunk sátánista szövegeket. De szerintem akkor mehetünk is tovább. Nálam ez akkor hanyadik? 7. 7. Oké. Okay. Vissza is jöttünk, és az album, amiről szólt, az a The Return of the Darkness and Evil, ami egyébként egy dalcím is volt, talán a Báthori albumon rajta is volt, vagy ha már, ja nem a Báthori album volt, bocs, azon a kiadás, azon a metálatak, faszom tudja, mi nem én, népszerű lett a Báthori, azon volt egy ilyen című dal is egyébként, és ezt az albumot egyébként 85. május 27-én adták itt, kb. Egy évre rá sem, mint az előzőt. Viszont 85. februárjában vették fel
Hát szerintem így zeneileg kb. Ez úgy értelmezhető, mint a nyitó albumnak egy kicsit ráncfelvon, nem is ráncfelvon, hanem ilyen gatyában rendezett verziója, tehát hogy végre már nem ilyen fűnyíró verzió, nem annyira, hogy is mondjam, ilyen kazettával, vagy ilyen magnóval felvett hangzása van. Egy kicsit, mikor a hullámosítővel felvett. Igen, bár itt is az eléggé hallatszódik. Igazából, hogyha teljesen őszintén akarunk lenni, akkor egyik Bátori album sem szól annyira jól, mint a korban, amilyen jó felvételeket lehetett volna csinálni, de itt ez még hatványozottan igaz. Igen, egyébként erről az albumról nekem kb. A kedvenc a Total Destruction című dal. Egyébként itt sem nagyon mennek el a sátárista tematikán túlra. Ami érdekessége egyébként a Darkthrone-tól a Fenrisnek úgy definiált, hogy ez ilyen black metal eszenciája szólal meg ezen az albumon, ami hát szerintem annyira azért nem tükrözi a valóság, vagy nem is nem, tehát mondjam el, ha megnézzük, hogy milyen volt a második vonalas black metal, akkor ez nem nagyon hasonlít rá. Szerintem ebben még jóval több az ilyen trash-es elem, meg az ilyen, nem tudom, egyszerűbb ilyen HC-nak mondanám, tehát jóval favágósabb. Van ezzel azért okosan, mert Fenrisről tudni kell, hogy nála a black metal az nem azt jelenti, mint nálad, vagy ugye a popkultúrában. Tehát a black metal az a nálunk, az mondjuk Darkthrone-tól a Transylvanian Hunger, vagy a Burzum-tól a, nem tudom, a Philosophem, vagy a Mayhem-től a Devisteries, de ő, amennyire én gondolom, sokkal inkább ilyen hangulatként, vagy alkotói folyamatként tekint a black metalra, sem mint ilyen tremoló, blast beat, károgás, sötét atmoszféra szempontjából, és nála a Bátori vagy a Venom az sokkal inkább black metal, mint a, nem tudom, a Bátoritól a Hammerhead, jó, mondjuk azt mi sem nevezzük black metal, egy csomó más dolog, amit meg lehet, hogy simán sokkal könnyebben black metalnak nevezelő. Nagyon ilyen old school arc, tehát ez érződik rajta. Nagyon meg egyébként ilyen. A punkot se veti meg annyira. Hát távolról sem. Tekintve, hogy volt crust punk korszakok is, talán azt hiszem már az nem tart, ez a 2000-es évek második felétől, ugye. 2010-es évek második feleig tartott ott a Darkthrone-nál. Ők egy ilyen szellemi folyamatnak fogják fel a black metalt, nem egy zenei stílusnak, mint... Egyébként lehet, hogy ez közelebb áll a valósághoz, ez a fajta hozzáállás, mint amit mi gondolunk. Hát ez két külön hozzáállás. Igen. No, meg egyébként másik érdekessége a Bátorinak, hogy általában az intro, de leginkább az outro, az ugyanezen a Winds of Mayhem címen szerepel általában. Majdnem minden lemezen, azt hiszem. Igen. Ami nem tudom, mi a tököm az a hangeffekt, hogy ez honnan van, az nem sikerült utána járnom, de hogyha egyszer lesz majd a rekordbemutató, lehet, hogy beszélünk róla. Egyébként nekem ez az album, így a kis 10-es listámon, ez nálam a 8. helyet foglalja el. Nálam is. Igen? Igen. Egyébként ez a 8. helyezet szerintem, hogy mondjam, nem rossz, mármint úgy érte, hogy maga az album nem rossz. Egy ilyen Bátori szempontból nézve, nem azt mondom, hogy az átlag alatt, egy tisztes iparos munka talán. Jó, én nekem egyébként a három blackesből ez a legkevésbé kedvenc, tehát szerintem ez kicsit kiforratlan, én nem osztom Fenrisnek a véleményét, szerintem egyaránt a Return, vagy egyaránt az Under, egyaránt a Bátori jobb. Igen. Én szerintem ez annyira nem jó. Szerintem se három közül az a legrosszabb, mint a sorrendben is látszik. Na, de ez nem jelenti azt, hogy rossz egyébként, tehát ez is kultikus, meg felbecsülhetlen hatása volt a későbbiekre. Igen. Egy külön érdekesség egyébként, hogy ezután, az album után készült egy Okkulta nevű ilyen Black Death anyag, aminek több mint a felét felvette Quarton, és nem adta ki. És később se, tehát semmire nem került fel. Tehát van egy ilyen Bátori album, ami még az Andor előtt, meg a Return után, de szóval, ami nem tudom, akkor a fasságot van, ami 6-7 szám így elkészült belőle, csak aztán így nem adta ki. Egyébként ez a Bátornak ilyen fura jellegzetessége, hogy a 80-as évben is van egy kurva sok olyan dal, amit így rohadtul nem adott ki. Később esetleg felkerült valamelyik jubileumra, de egy csomó anyag valami nem lett kiadva végül. Lehet, hogy végül vele is ez lett, az lesz, mint Tupac-kel, hogy több ilyen halála utáni album született, mint előtte a kiadatlan anyagokból, de erre még nem láttunk példát. Nem a családon múlik, hogy ez vala a publikum elé kerül, nem feltéve, hogyha még megvannak. Na hát igen. De akkor menjünk is tovább. We'll be right back.
vissza is jöttünk, és akkor beszéljünk egy kicsit az Under the Sign of the Black Mark albumról. Én amúgy sokáig nem nagyon értettem, hogy mi ez az Under the Sign of Black Mark, illetve arra gondoltam, hogy tudom én, ilyen nagyon true neve van, de így nagyjából semmit nem jelent, de abból a szempontból nézve a dolgot, hogy mindig azt írta oda egy Black Mark kiadó, ami később tényleges kiadó alatt. Igen, nekem ez így... Én mindig csak simán referítettem, hogy a sötét jel jegyében. Igen, de ez ezt jelenti. Hát azt is jelenti, hogy a Black Mark kiadóhoz szerződve ezt is jelenti. De az még ilyenkor nem létezett. De ja. De ezt is jelenti. Igen. Ez ilyen szójáték. Hogy érdekessége a borítónak, én azt sem tudtam, hogy ez most így a fasz, mert ilyen nem tudtam hova rakni, de ez egyébként a Királyi Svéd Operaházban vették fel, ezt később a Faterjával készítő interjúban így mesélte, hogy így lefizették az őrt, vagy mi a fasz volt, és akkor így a Carmennek a két tétel közti szünetébe oda gyors berohantak, és akkor így felvették ezt a képet. Ez egy ilyen jó szó a Carmenből. Ez kurva jó. Ez így keletkezett. Ez kurva jó. Igen. Ezt nem tudtam. Ja, ezt én a Faterjával készült interjú, hogy mesélte az öreg, hogy ez úgy így készült. De magára az album az, hogy 86. szeptemberében jelent meg, itt már sikerült túllőni, hogy egy év után jelenjen meg az album. Ugye az előző 85. májusában jelent meg. Ott van két éves kép. Okay. Ja, azért én mindig úgy jegyzem meg, hogy én a Bloodfire the Fact tudom, hogy 88, és azt tudom, hogy a Return meg a Bátori között két év van, azért azért is Return, mert a több idő eltelik, és amúgy évente jön. Igen, azt arról mondtam, mert 86 szeptemberében az idő volt a felvétel, és most pedig májusában jelent meg, sorry. Igen, de ahogy ma magáról az albumról is beszéljünk pár szót, hát szerintem ez a legkiforrottabb ilyen blackes anyaga. Ami érdekessége még egyébként, hogy itt már egyébként megjelennek később azok az ilyen viking tematikájú anyagok, amik a későbbi albumok jellemzője lesz. Egyébként erre jó példa például az Enter the Eternal Fire című dal, ami már egyfajta ilyen előfutára a későbbi hangzásnak. Ezt, ha jól tudom, egyébként nagyjából az volt a koncepciója a Kortonak, amikor készült az album, hogy már így tele volt a fasza az ilyen black metal tematikával, és próbált valami újjal kísérletezni, és ennek az egyik első példánya ez az Enter the Eternal Fire, hogy egyébként már hosszában is tekintve aztán az album leghosszabb dala, látszik ennek későbbi vonulatnak az egyik első előfutáraként. Egyébként később megnevezte a Faterja, amit interjút olvastam tőle, egyébként több interjút is olvastam tőle, hogy például ez volt az egyik kedvence azért, mert a kis fiacskája itt látta, hogy kezdi nagyon bontogatni a szárnyait, hogy ez neki nagyon ilyen személyes kedvence. Töki. Igen. Én is mondok akkor egy pár gondolt a lemezről, hát nekem ez a három black anyagból a kedvencem, nálam ötödik helyen van a listán egyébként, nálad ugye láttam, hogy hátrébb. Nálam egyébként a hetedik helyen van. Igen, és nekem elsősorban azért ez a kedvencem, mert ugye egyrészt ezen már valamennyire érződik a viking korszak, meg talán a kedvenc black metal korszakos bátori dalom, az a Woman of Dark Desires is ezen van. Meg egyébként is nagyon jó. Itt már olyan egészen tűrhető a hangzás, meg jó is a dalok, tehát hogy így a balanszban van a Returnnek, meg a bátorinak az erőssége a kettő együtt számomra. És azért azt még megemlíteném a Woman of Dark Desires esetén is, hogy hát a Bátorit azt alig van olyan black metal zenekar, aki nem dolgozta volna, aki ne dolgozta már volna föl néhány dalukat. Meg hát végtelen mennyiségű tribute lemez, a magyar nyelvű tribute lemez is, hogy ez a Turul Heart, a Hungarian Tribute to Bathory, és vannak rajta érdekes tételek. De amit mondani akarok, az az, hogy azt hiszem 2017 vagy 8-ban, még hamarabb, az Ereb Altor nevű szintén svéd zenekar, akiket a Bátori ilyen örökségének a zászlós hajójának tartanak. Twilight of the Gods produkció is az ő. Nem, az nem az ő, az nemzetközi több szerzős, a Neveril a Primordial énekelt. Igen, azt mondtam, hogy Primordial énekes volt benne. Hát voltak sokan, de ez nem az. Ez meg 11-2-ben, vagy 11-ben azt hiszem láttam még énekelőket. De így vagyok. A lényeg az, hogy de hogy nekik is voltak amúgy saját albumaik, ilyen bátori-esque stílusban. És akkor annyi a lényeg, hogy az Ereb Altor, ami egyébként ilyen epic doom, viking metal cucc, nekik van egy Blood Ilt Taut, ami Bloodfire Death svédül albumuk,
és azon csak bátori feldolgozások vannak, és mindegyik ebben a monumentális stílusban készült, azok is, amik eredetileg black metal stílusúak, és a Woman of Dark Desiresnek van egy ilyen epikus, doomos, blackes, vikinges feldolgozása, és az amúgy szerintem jobb, mint az eredeti, de a szóló az sajnos kimaradt belőle, mert Forte nagyon jól tudott szólózni, és ebben a dalban is nagyon király szóló van, meg egyébként is nagyon király hangulatot áraszt. Ugye ez Báthori Erzsébet, ez egy tribute, tehát hogy őt is megemlítik. Igen, egyébként a másik ilyen nagyon népszerű a korai Báthoriból dal, az a Call from the Grave, ez is olyan az albumon található. Talán ez az egyik legnépszerűbb dal. Egyébként a másik az a Woman of Dark Desires, a korai anyagokból. Hiszem ez a két legnépszerűbb dal. Vagy a másik érdekesség, hogy ez az imént említett Call from the Grave, ez szerepelt a GTA 4-ben? Mire ezt tudtál? A GTA 4-nek volt kettő ilyen nagyméretű, hát azt nem tudom, hogy DLC-nek lehet nevezni. Az egyik az a The Lost and Damned volt. Én ezzel játszottam, meg az alapjátékkal is. És volt még a The Ballad of Gay Tony, és arra mondták azt, hogy micsoda szar, hogy elnevezik erről a Buzi Tonyról ezt a kiadvát. Hát részben, hogy voltak ilyen kritikák akkor, tehát. De a Lost and Damned egyébként az egy ilyen motoros brigádról szól, egy ilyen, ugye ilyen rocker motoros brigád, és ott mindenki ilyen bőrcsekiben mászkál, meg ilyen metal, meg rock, meg punk zenét hallgat, és akkor valószínűleg azért volt ez így oda köthető ez a dolog. Én azzal játszottam, az jó volt egyébként. A másik dolog, ami még talán eljöthetünk pár szót, hogy ez az Ekmatron, ugye az imént említett később kiteljesedő viking metalnak is egyfajta olyan előképpen, mert ennek ilyen északi tematikája van. De szerintem akkor ki is tárgyaltuk ezt az albumot, nálam ez akkor ez a hetedik helyzet, nálad pedig a... Ötödik. De akkor menjünk is tovább. Na és akkor itt is vagyunk, és beszélünk egy kicsit a Bloodfire Death-ről, ami a... Egyébként ez mondhatni a viking metal érának egy nyitánya, ami azért nem feltétlen 100%-ban van így, mert ez még egy felemás album. Ezt egyébként 88. október 8-án adták ki. Még egy külön érdekesség még, hogy egyébként a felvételét az 88. februárjában vették fel. Párhuzamosan a később megjelenő egyébként Blood on Ice-szal is. De érdekes, hogy az... azt jóval később jelent meg, aminek elméletileg az volt az oka, amit egy interjúból olvastam, hogy Kortorra tudni kell, hogy nagyon sokat levelezget a... Ugye elsődlegesen már a Báthoriból élt meg, tehát ő nem dolgozott, hanem csak a Báthorinak szentelt az életét, meg volt egy-két oldalprojekt, azt most adjuk, de hogy elsődlegesen Báthoriból élt, és csomót levelezgetett az rajongóival, és igyekezett egyébként olyan lemez készíteni, ami a rajongóinak a tetszését elnyerheti, ez most úgy ez mennyire okés hozzáállás, vagy nem azt... Hát igazából megbeszélhetjük, szerintem tekintve a végeredményt szerintem ez bizonyos esetekben működött, bizonyos esetekben nem. Majd azokról az albumokról is fogunk mesélni, amikor nem működött. Én erre azt tudom mondani, hogy lehet, hogy ő ezt akkor úgy gondolta, hogy ez így van. Egyrészt, másrészt lehet, hogy ennek valóban volt. Hát nyilván nem egy nagy... Ezzel nagyon jó piackutatást nem lehet csinálni, mert nem hinném, hogy 100-nál több embert megbírt, vagy 200-nál több embert megbírt kérdezni, és hát nem annyian szeretik a Báthorit a világon. Szóval nekem ez egy kicsit furcsa. Visszatekintve, ez nagyon úgy tűnik, hogy ez legalábbis részben nem igaz, mert én a magam részéről kétlem, hogy amikor az a Return megjelent, akkor az emberek azt mondták volna, hogy olyan dalokat akarunk, mint a To Enter the Eternal Fire, és nem szeretnénk ilyen darásak blackes anyagokat. Aztán meg amikor lezárta a Twilighter a viking élet, akkor meg aztán pár nem hiszem, hogy bárki is azt mondta volna, hogy trash metalos anyagokat akarunk. Erről majd beszélni fogunk, de egyébként amikor Return elkészült, akkor még nem... Nyilván akkor is levelezgetett a rajongókkal, sőt többi felgőtt nem nagyon volt még e-mail, de mindegy. De hogy azért próbált reagálni a rajongói felvetésekre is, de hogy mondjam, tehát a Under után már úgy érezte, hogy nekik ezek a keretek szűkösek, hát már baszki volt 20-valány éves, és már faszatalá volt a sátány. Jó, ez oké, rendben van, és akkor van. Viszont a Blood on Ice, ha valaki meghallgatja ezt az albumot, azért azon
hallatszik, főleg, hogy később aztán azt újra is maszterálték, de mindegy. Szóval, hogy az még vikingesebb. Még ezen az albumon vannak viking tematikájú, a kapásból egyébként az első dal, ami az egyik legnépszerűbb bátori dal, kb. Az a viking metalnak is definiálható, a Fine Day to Die. De például az album második felében, meg a közepén is vannak ilyen thrashert, mint a Holocaust, az azt hiszem, nem a Holocaustról, szóval az a nukleáris Holocaustról. Egyébként érdekessége majd a későbbi, főleg a thrashes albumoknak is, hogy ilyen thrash toposzokat használta egyébként tematikának, tehát az ilyen hidegháború, atombomba, meg különböző társadalmi negatív pszichológiai jelenségek, stb. Na mindegy, de hogy ez az album az ilyen felemás, mert hogy vannak rajta viking tematikájú dalok, mint például a Fine Day to Die, vagy a Golden Walls of Heaven, de ez még ilyen félig black, félig death. Félig black, félig viking. Igen, és ami azt jelenti, én a közepén egyáltalán nem szeretem, de ezen van a két kedvenc bátori dalom, a Fine Day to Die, és azt én mindig egybevonom az Odin's Ride Over Nordlandnal. Hát az lényegében annak az intrója. Igen, tehát az ilyen 11 perc mindenestül, ezt még az Emperor is feldolgozta, mármint az intrót is beszokták játszani, amikor ezt játsszák élőben, meg a Bloodfire Death. Tehát ez a kettő, ha csak ez a kettő lenne az albumon, akkor lenne igazán kiemelkedő, mert szerintem a közepe az agyatlan darálás, és én főleg akkor gondoltam ezt így, amikor eleinte hallgattam a lemezt, de most is úgy gondolom, hogy legalábbis nehezen emészthető a közepe, még az első három black metalos anyagnak a tükrében is. Lehet, hogy nem véletlenül így osztotta fel, mert ugye kísérletezgetett, mert próbálta így nézni, hogy ez mennyire jön be, és nem véletlenül az elejére rakja, mert általában az emberek, lehet, hogy csak a Spotify-ra van, de szerintem régen is az elején, általában az elejét, meg a végét szokták így meghallgatni az albumoknak, hogyha nem akarnak végig menni rajta. Ez később egyébként valószínűleg régebben, ez valószínűleg nem így volt, de az elején mindenképp. És ugye a közep az valóban az még ilyen black-es dara, már inkább trash-es témákkal. Tehát itt azért már látszik, hogy azért már kicsit tele van a sátánizmussal. Ezt őket később ő is nyilatkozta sokszor, hogy ez ilyen nagyon gyerekes, ilyen lázadás volt így a... Hát így Svédországban, Svédország az elég ilyen protestáns ország, azzal szemben. És igazából, hogy ahogy nőtt fel, így egyre jobban rájött, hogy ez ilyen üres baromság az egész. Mondjuk ő keresztény sem volt, azt teszem hozzá. De mindegy, ez ilyen kis polgárpukkasztó jellegű. Igen, viszont a viking témák azokat elvileg mindig is szerettem, hogy gyerekkorában sok ilyet olvasott, és úgy volt vele, hogy ez érdekes, és ezről lehet zenélni, és akkor ezt csinálta. És én is azt szoktam mondani, hogy benőtt a feje lágya, és én sem. Én a magam részéről nem szeretem, amikor valaki fölöslegesen túltolja a sátánizmust, mert jó, hogyha valakinek ilyen a vallása, most ne menjünk bele teológiai vitákba, az mindenki maga dönti el, hogy milyen vallású, de szerintem a polgárpukkasztás az elsődleges célja ennek, és arra nagyon jól működik, egyébként ezt szeretném megjegyezni, hogy az soha nem probléma, hogyha valakinek a horizontját egy kicsit erőszakosan megpróbáljuk tágítani, vagy így a spektrumot, amiben látja a világot. De ennél többre szerintem nem jó, viszont a viking témák azok valódi művészeti lehetőségeket rejtenek magukban, meg hagyománytiszteletet, meg ilyesmit. És akkor szerintem beszéljünk egy kicsit a borítóról is, mert egyébként szerintem az egyik legjobb bátori borító, nekem a másik kedvenc a Twilight, de egyébként a Hammerheartnak is kurva jó, egyébként értelemszerűen nyilván a viking tematikájú borítók lesznek a legjobbak, mert ezek ettől nagy festményekről származnak. Ez például Peter Nikolaj Arbótól a Nagy vadászat. The Wild Hunt of Odin angol címén. Igen, a Wild Hunt az ismerős lehet azoknak, akik nem tudom, játszottak a Witcherrel. A Witcher 3-nak ez az alcíme, ugye? Igen. Én nem játszottam a Witcher 3-mal, én csak a könyvből az első négyet olvastam. Igen, és egy könyv minitori óra, ez a Wild Hunt nevezetű magyarban egyébként vadhajszának lehet-e fordítani, vagy ahogy ez a kép szerepel nálunk egyébként, vagy a magyarban hivatalosan a nagy vadászat, de a Witcherben vadhajszának hívják, tök mindegy, ez egy ilyen folklór elem, ami több népnél is megjelenik Európában. Egyébként érdekes mód van keresztény változata is, mit tudom, volt ilyen szerzetes, aki Franciaországban leírta, hogy mit tudom én, az egyik szerzetet, egy ilyen, azt hiszem, egy püspök volt, aki beszámolt arra, hogy az egyik szerzetese találkozott, a Arlequin vezette ilyen menettel, élő volt a seregével, ami tele volt ilyen bűnös lelkekkel, akiket nem tudom, arra kárhoztattak, hogy így kurva nagy tömegben így zarándokoljanak így a jelenföldön. Na mindegy, csak azt akartam mondani, hogy ez ilyen érdekesség, hogy ez egy ilyen folklór elem, ami sok európai népnél megjelenik, mind a egyébként például, amit tudom én, a skótoknál is van talán, meg a
burgundoknál is volt. A keresztény verziót én is olvastam, én azt ismertem. És van keresztény verziója is. Na és akkor ez ebből a White Huntból egy kép, ami egyébként szerintem az egyik legjobb borító, mint említettem. Hát ez kultikus, gyönyörű és zseniális. Igen, egyébként azt például nem is tudtam, hogy ez a Fine Day to Die, ez valójában egy ilyen regényből származó dalnak. Egy ilyen... Az első három verszak. Igen. No. Egyébként a Chambersnek a King in Yellow, na most ennek mi a magyar címe? Sárga királytán? Az egyik elsődleges ikletforrása volt egyébként Lovecraftnak. Tehát ő direktben emel át elemeket a saját írományaiba. Chambersnek meg egyébként Shelley-től is, meg nyilván Poe-tól is, de azokból talán kevésbé. De még egy írótól, akinek most nem jut eszembe a neve, de aki Lovecraft rajongó biztosan tudja. De szerintem akkor ezt ki is veséztük. Ez egyébként nálam a hatodik helyen szerepel, nálad meg. Az előkelő második helyen. Ó, azt hittem ez lett az első, de ezek szerintem nem van. Az előkelő második helyen szerepel. És elsősorban a Fine Day to Die és a Bloodfire Death miatt, amik talán a kedvenc bátori dalaim. Régebben a Fine Day to Die volt az a kedvenc bátori dal, és hát még most is az, az Odin's Ride-ról. Ez nekem örök álmom, hogy nekem otthon a kis szülőfalucskámban, ami egy 2500 fős település, hogy csináljunk egy ilyen true cult black metal koncertet. Azt nem mondom, hogy... Falunapokon. És akkor ott ezzel a dallal kezdeném. De ugye rendesen a Odin's Ride Over Nordland intróval, az menne felvétel, és aztán följönnénk, és ugye az eleje az ilyen énekelt, ilyen balladisztikus, és aztán belevágunk a lecsóba, és akkor az öreg asszonyok elkezdenek menekülni. Megvetni a kereszteket. Na jó, szerintem akkor megyünk is tovább. Ha már polgárpukkasztás, ugye? Igen. Na, menjünk tovább. És akkor itt is vagyunk, és ez pedig nem más, mint Bátorítól a Hammerheart album, ami 90 április 16-án jelent meg, tehát itt már belépünk a 90-es évekbe. Egyébként érdekessége az album felvételének, hogy ez június és augusztus között volt 89-ben, és emetek a Blood on Ice-ok a felvétel is kb. Júniusig tartottak, tehát ott volt egy ilyen masszív, nagyon vikinges egy éve a srácnak, ami ilyen három albumnyit is kitett körülbelül. Nyilvánvalóan azért ez nem előzmények nélkül volt, tehát ott rengeteget olvasott, ugye gyerekkorában. Hát hogy mondjam, nem meglepő, hogy én mindig is, főleg amikor már tini voltam és ilyen gimis, meg felső tagozatos, akkor mindig is tökre így voltam a görögökre, meg a keltákra, meg a, hát mondjuk rájuk még annyira nem lehet, de a germánokra, hogy nekik ilyen nagyon-nagyon összefüggő mitológiájuk megvan. Most azon lehetne vitatkozni, hogy a germán az mennyire, hogy mondjam, autentikus, mert ugye azt végül is egy szerzetes írta le végső soron. De hogy nekik mennyire sok megmaradt, és nekünk meg ilyen, most nem akarom ilyen bántani azokat az embereket, akik ilyenekkel, ugye a Komjáti Istvánt, de hát a Mondák könyve az gyakorlatilag koholmány, tehát ugye ott le is van írva az előszóban, hogy ott az úgy keletkezett, hogy voltak ugye magyar ilyen népmesékből, meg népdalokból, népbaladákból megörökített emlékek, bocsánat a kitérőért, de vannak olyan dolgok, amiket konkrétan ilyen Manyi meg Shanti meg ilyen uráli rokon népeknek a saját ilyen népmeséikből. Ez meg Hanti, nem? Hanti. Hantik és Manysik. Manysik és Hantik, igen, tehát ugye a legközelebbi nyelvrokonaink, akik az Urál környékén élnek, hogy konkrétan az ő meséikből is emelt át. Na most az
oké, persze, lehet, hogy ilyen volt egyszer nagyon régen a magyar mitológia, de hát, hogy mondjam, ez akkor is így egy kolmány. Na, gondoltam, nagyon jó, én nagyon szerettem, meg olvastam, és nagyon király élmény volt, de nem annyira összefüggő és részletes, mint a germán, meg pláne nem annyira, mint a görög mitológia, és mindig is irigy voltam rá, és amit ebből ki akartam hozni, de előbb fűzd hozzá, mit szeretnél. Annyit akartam mondani, hogy egyébként ennek javarészt lehet, hogy ahhoz is közön, hogy István túl hatékony volt, nem Szent István. A másik meg az, hogy később, amiket még le lehetett volna jegyezni, azt inkább arra használták fel, hogy Anonymous is hasonló, hogy a aktuálisan élő királyt fényezzék, hogy mit tudom én, visszavezetik Attiláig a családfaját, stb. És akkor nem kell. Tehát, mit tudom én, például akit a szerzetes, amit említett, és az lejegyezte az eddei énekeket, az nem volt ilyen hatalmi befolyásoltsága, még bármilyen ilyen magyar őstörténeti cucc, amit későbbi magyar írók jegyeztek fel, az inkább arra vonatkozott, hogy egyrészt próbálják minél inkább kristianizálni a múltat, másrészt, hogy az éppen aktuálisan regnáló királynak egy ilyen dicsőséges múltat kerítsenek. Ezért van tele egyébként például Anonymousnak a Gestalt, igen, kitalált fasságokkal. Na mindegy. Igen, én nem ezt akartam ebből kihozni, azt akartam kihozni, hogy én mindig is irigy voltam az ilyen, tudom én, norvég, svéd, akár német, akár görög srácokra, fiúkra, vagy hát emberekre, gyerekekre, hogy nekik milyen komoly folklórjuk, mitológiájuk van. Hát mondjuk a folklórunk egyébként nekünk is sok, csak a mitológiánk nem. És hát Forton meg a svéd gyerekeknek legalábbis egy része, egy csomó ilyen történetet hall a szüleitől, nagyszüleitől, meg lehet, hogy az iskolában is tanítják ezeket a történeteket, és őnekik ez hát a kisújukban van, hogy ezzel van a Márt videó elkészítésén is. Hát ezeken nőttek fel. Hát nyilván. Mi a magyar népmesség? Ők ezen nőttek fel, és hogy hát akkor ebből írjunk dalt. És ez szerintem nagyon-nagyon menő, és tök király lenne, hogy ilyet mi is tudnánk, csak hát nekünk az ugye elveszett. Igen, amit meg hozzá akarok fűzni, az, hogy például, ugye itt korábban említettük a One Road to Asabey-et, ami az egyetlen Báthori klipasszal készült, az ez. De most nem ezt akartam felhozni, hanem azt, hogy ha megnézed a báthori viking dalokat, egyik sem olyan, hogy bármilyen történelmi eseményhez köthető, és ez neki ilyen koncepciója is volt, hogy ő viking dalokat akart írni, és nem történelmi dalokat. Ezt azért mondom, mert például a One Route to Asabey az talán az egyetlen olyan, amiben ilyen konkrét helyszín van, hogy azt meg akartam nézni, hogy ez mi a tököm, és aztán kiderült, hogy ez nem is létező hely, hanem ez egy ilyen regényből átemelt. Azt hiszem a C.D. Anderson nagyon szerette Corton, és akkor neki az egyik ilyen regényének volt egy ilyen falu név, azt írta át, ha jól emlékszem, hogy az a Drake-ből csinált az a Bay-t. Igen, és ugye annak egyébként videóklipje is van, az egyetlen igen. Báthori videóklip, ami eléggé manuáros, szemcsés, de hogy ugye az arról szól egyébként, hogy egy pap érkezik ebbe az Asa öbölbe, ahol ősi viking, vagy hát ősi germán vallású emberek élnek, vikingek vagy nem vikingek, tök mindegy, skandinávok, és akkor ugye ott elkezdik a hittérítő munkát, és hát ott mindenféle kalamajkák történnek. Nagyon hosszú egyébként, nagyon sok verszakból áll ugyebár. És hát a végkicsengése az, hogy hát ennek még ennek a viking korszaknak azért még nincs vége, tehát hogy ennek még lesz. Legalábbis én mindig azt értelmeztem, hogy ez a People of Asaland, it's only just begun, hogy ez kettő dolgot is rendez, az egyik az, hogy a keresztény, a krisztianizálás még csak most kezdődött, hogy ennél csak rosszabb lesz, a másik pedig az, hogy ne aggódjatok, mert lesz még ilyen pogány megújulás, ez mind a kettőt lehet. Én mindig az utóbbit gondoltam, hogy Corton ezt akarja ezzel mondani. De mindegy is, vannak ezen nagyon jó dalok, Shores in Flames, Valhalla, és illetve egy nagyon-nagyon gyönyörű hitvallás az otthonról és a svéd földekről, az a Home of One's Brave, ami szövegeivel, de tényleg szerintem egy nagyon-nagyon szép ilyen hitvallása, vagy ilyen megéneklése az otthoni földeknek. Jó, nem azt mondom, hogy annyira magas poetikai színvonalon, mint mondjuk Petőfitől az Alföld, mert talán azért annyira nem, de az mindig is, amikor elolvastam a szöveget, az nekem mindig is egy nagy kedvencem volt. De Valhalla az meg nyilván senkinek sem kell magyarázni, hogy mi a Valhalla. A skandináv, vagy hát a germán túlvilág, illetve az egyik túlvilág, talán a legjobb lehetőség, ugye a nagy sörcsarnok, ahol örökké dajdaroznak addig, ameddig eljön a rámerök. Kevesen tudják, hogy egyébként, ugye, hogyha meghalsz, akkor három helyre is mehetsz, de az csak az egyik a Valhalla, a másik, ugye, amit mindenki tud, az ilyen hél, lemész hélbe, hogyha pokol kvázi. Igen, békésen halsz meg. Meg volt egy harmadik, ami nem akarok fasságok, hanem azt mondtam, Freya csarnoka, igen. Nem tudom a nevét, de igazából a dicsőséges halált halt embereknek csak a fele megy a Valhallába, és a másik fele Freyához. Igen, és az nem tudom, miért van ennyire így.
elhallgató. Aki, egyébként aki kifejezetten ért a egyébként szerintem ennek is több verziója van. Tehát van olyan verzió, ahol csak a Valhalla van. De nyilván az a az lehet jobban így népszerűsíteni az mással. Meg azért, mert Odinnak az a csarnok, ő meg a nagyfőnök volt. Igen, és ugye úgy van, hogy egyébként például a Falkenbach-tól a Vanadis is, meg a Tyr-től a Lady of the Slain, az explicitben mind a kettő erről szól, hogy meghal a harcos, és nem a Valhallába jut, hanem feljárnak a csarnokába. És itt egyébként a borító itt is egy festményről van, ugye Sir Frank Dickies-től a Viking temetése, meg nem tudom mi a magyar címe, The Funeral of a Viking. Nem is biztos, hogy van, de hogy ez is egy kurva jó borító. Egyébként azt hiszem, itt is, mint az előzőnél, meg azt hiszem a Twilight-nál is, hogy az egész festménynek csak egy részlete van benne. Egyébként nálam ez az album a 9. helyen. Nálam az első. Igen? Igen. Hát wow. Szerintem itt azt néztem, az alapján került az első helyre, hogy koncepciójában és kompozíciójában a legegységesebb színvonalat és minőséget képviseli szerintem, tehát nincsen rossz dal rajta. A Bloodfire Defend hiába van a két számomra legkedvesebb bátori dal, hogyha vannak olyanok is, amiket nagyon-nagyon nem szeretek, illetve kultikus, nagy hatású, jól meg van csinálva, minden szempontból kiemelkedő, és igazából vannak olyan szempontok, amiből más albumokat jobban szeretek, de hogyha talán azt kéne mondani, hogy mi a véleményem szerint legjobb bátori album, akkor az a Hammerheart. Nekem sem egyébként azért jött a 9. helyzetre, mert ez egy rossz album, egyszerűen csak azért, mert többi albumot jobban szeretem. Bocs. Jó, hát nem mondasz. De ez a minőségéből, bocs, a minőségből semmit nem mond, mert kibaszott minőség is, nagyon jó albumról van szó, csak én, ahogy hallgattam a zenéket, nekem a többi az jobban megy. Nyilván a One Road to Asabey is egy eléggé kiemelkedő alkotás. És ez a kedvenc albuma, osztozunk, a kedvenc albuma ez kinek? Akinek? Varg-Vik Ernestnek. Tényleg? Elvileg, igen. Oh. Legalábbis a 90-es években az volt neki, amikor a lemezeit csinálta. Jó, szerintem akkor menjünk is tovább. Akkor itt is vagyunk újból, és a Bathory Twilight of the Gods-ról fogunk most néhány okosságot mondani, ami 91. júniusában jelent meg. Azt egyébként meg az év áprilisában vette fel, és ez az első viking érának a záró akkordja. Egyébként itt már nem ilyen 20-30 perces albumokról beszélünk, már Hammerheart is azt hiszem 55 perces volt, ez 56 perces. Attól függetlenül, hogy elméletek, hogy mi is ez a viking metal, azt nem is beszéltük meg, amit... Jó, mondod vagy mondjam? Mondjad, a te kedvenc témád. Az Amon Amarth-os videót szeretném egyrészt ide lábjegyzetből megjegyezni, hogy abban a második, vagy az utolsó egynegyedében, amikor a műfajról beszélek, akkor ott ezt én már kifejtem, hogy ez egy komplikált téma, mert kettő alapvető megközelítés van. Az első megközelítés az az, hogy van egy ilyen metal alműfaj, vagy viking metal, tehát ez egy stílus megjelölés, és tehát zeneileg kategorizálható. És ennek vannak stílusjegyei, ezt mindjárt elmondom, mindjárt erre visszatérek. A másik nézőpont az pedig az, hogy pusztán a szövegek, a dalszöveg tematika az, ami ezt meghatározza, és hogyha valami a vikingekről, meg a germán mitológiáról szól, vagy az északi mitológiáról, akkor az már viking metal, és akkor ez alapján viking metal a Tyr, viking metal az Amon Amarth. Ennél kicsit több, mert
hangulatában is azért legyen. Hangulatában, glam metalt játszok viking tematikában. Igen, de hogy jó, nyilván a Mellow War az nem az, de hogy az Amon Amarth, meg a Tyr, ezek viking metal zenekarok, holott azok stílusilag általában melodic death metalnak, meg power, vagy ilyen progresszív power metalnak lehet őket, a folk metalnak akár besorolni a Tyrt. És akkor térjünk vissza az elsőhöz, mert én a magam részéről ezt szoktam mindig is támogatni, meg propagálni. Ez pedig az, hogy ez egy stílus, tehát ez egy zenei értelemben vett stílus, és ez úgy néz ki, hogy ilyen hosszú, monumentális, epikus, hömpölygős szerkesztéssel megírt dalok, ugye hosszúságra is általában ezek hosszabb, ilyen akár 10 perces, vagy akár annál is hosszabb dalok. Vannak, vagy lehetnek benne komoly zenei elemek, tehát ugye már eleve a Hammerheart is azért ilyen jellegű, mert ott már Quarton, én úgy tudom, hogy színe csak Wagnert, meg egyéb komoly zenei szerzőket hallgatott. Meg Twilight of the Gods, ugye ez egy Wagner operát. Igen, Wagner az hát ugye az a Nibelung gyűrűjének a negyedik része. Egyébként a Nibelung gyűrűje 16 óra minden estől, tehát hogy az sem egy valami. Ez különösen egy olyan maraton, bár nem, bocs, az 4 órával kevesebb, hogy ilyen gyűrűk urát néző, és közben benyomod mellé a Wagnert. Az a baj, hogy a gyűrűk ura még a bővidőben is hamarabb véget ér, mint a Nibelung gyűrűje. Nem is tudom, hogy fenn van-e bárhol a teljes Nibelung gyűrűját, nem hiszem, hogy ezt bárki is eljátsza, mondom, 16 óra, ugye 4 részből áll, és az első, az a Rajna kincse, az csak 2 óra, tehát ha a maradék 3, az 14 órán osztozik. Na mindegy. Szóval nem 4-4-4-4. A lényeg az, hogy ez van benne, és akkor vokálok tekintetében általában ilyen tiszta ének, meg ilyen kórusok vannak benne, ezeket Quarton egymaga csinálta, erről majd beszélünk. És hát nyilván alapból metal, tehát ilyen elnyújtott gitártémák, stb. És akkor ez a viking metal, és akkor ezt lehet bővíteni, és van olyan, aki azt mondja, hogy az is belefér, hogyha károgunk, van benne blast beat, tremolo, több black metal elemet beleemelünk. Van, aki meg azt mondja, én is valamennyire hajlok erre, hogy igazából csak a Báthorytól a Hammerheart, meg a Twilight, meg esetleg a Blood on Ice, meg a Northland 1-2, ami viking metal, az összes többi, ami bármi más, amit annak szoktunk nevezni, ez nem az. Tehát az Enslaved sem, meg a Windir sem, meg a Firfing sem, meg a Monaghan sem. Igen. Bár egyébként a Falkenbach hasonlít még erre a... Igen, de általában azért én is el szoktam fogadni azt, mert megkaptam ezt a kritikát, ez az Amon Amarth-os videóban is elhangzik, hogy hát egyetlen egy zenekarnak pár album, ami még csak nem is a teljes életmű, arra nem lehet egy önálló műfajt definiálni, amúgy szerintem ez hülyeség, de szerintem lehet. Szerintem lehet, csak nem annyira jó ezzel érvelni, azt viszont elismerem, és akkor annyi a lényeg, hogy szerintem az a viking metal, ahogy elmondtam, és akkor még lehetnek benne pluszban black metal elemek, tehát ilyen károgás, blast beat, tremoló, kicsit gyorsabb cuccok, de alapvetően ez ilyen monumentális, epikus, mesélős, hosszú és komoly zenei elemekkel itt-ott, vagy legalább hatásokkal átidatott zene, metal zene. És ez a viking metal szerintem, de van, aki úgy definiálja, de ez a Báthorynál semmiféleképpen nem adekvát, vagy helyén való, hogy viking témák vannak benne. De az a Báthorynál semmiféleképpen nem működik. Ez a Amon Amarthnál, egyébként ők is azt mondják, hogy mi melodic death metal zenekar vagyunk. Az Amon Amarthnál még ott oké, de ott meg ugye majd hogy nem nulla black metal elem van. Tehát igen. Igen. Ez az én véleményem, bocsánat, ez hosszú volt. Semmi, egyébként szerintem azt hiszem a leghosszabb dal is ezen találtuk, talán Twilight of the Gods, szerintem ugyanál van a hosszabb Báthory album, de ez maga 14 percével azért eléggé. A dal, és szerintem nincs hosszabb. Igen, az a dal. És nincs hosszabb, nem azt mondtam. Albumot mondtál, és szerintem nincs hosszabb. Igen. Még külön érdekesség egyébként, hogy nekem az egy kedvenc tételem, ezen van a Hammerheart. Amit én nem szeretek. De nekem a Twilight of the Gods meg nagyon nagy kedvencem, a dal. Én nekem a Hammerheart, ami, hát nem tudom, most akkor így, hát ezt nem coming out-nak mondanám, de nem tudom, hogyha legyen meg az utókornak, hogyha valami meghalok, akkor ez menjen majd a temetésemen. Főleg az, hogy a témája is hasonló. De hogy én azt nem tudtam, hogy ez egy Gustav Holst feldolgozás, maga a zenéje, ugye ez a Jupiter. Csávónak a komplett életművőkén a metal történelem körülbelül, vagy nem a komplett életművőkén a bolygók switchjéből így kijön a metal történelem, egy jelentős szerete. De hogy igen, a Hammerheart egyébként a Gustav Holstnak a Jupiterjéből van, ami egyébként meghallgattam az eredetit, és szerintem a Báthory is jobb. Bár lehet azért, mert rögtön elfogult vagyok, de sokkal jobban megy ez a viking témához, mint a, viszont konkrétan azt hiszem ott a római istenekről is valamennyire rá van ez húzva, de mindegy. Igen, a March tétel, ugye amiből meg a Black Sabbath született, a dal, igen. Az ugye a háborúhoz, ugye, tehát igen, ugye az isteneknek az aspektusai is benne van. Azt mondjuk, hogy ez a
boldogsághoz, vagy mi a faszomat jelent valami ilyesmit. Na mindegy, de ja, és ez nekem az egyik kedvenc dalom, és egyébként én is nagyon szeretem a Twilight of the Gods dalt, és egyébként maga a borító az egyik kedvenc bátori borítóm, és gyönyörű. Ezt most meg nem fogom mondani, hogy kitől ami, de ez is azt egy festmény. És egyébként ez is ilyen 56 perces album lett. És ez az első olyan album, amin már csak Corton van, tehát nem az, hogy valaki oda megy, azt így feldobol neki valamit, hanem ez full ő csinálta az egészet. Ez nálam egyébként a második helyzetig volt elég. Nálam a negyedik helyzethez jutott el. Elsősorban azért, mert én a lemezről, amit önmagában a Hammerhearthoz hasonlóan egy nagyon-nagyon egységesen jó színvonalú dolognak tartok. Viszont én még azt is megszoktam néha pedzegedni, de egyébként Corton eredetileg ezt szánta a Magnum Opusának, és utána ugye le akart zárni a bátori sztorit. Akartam megérvelni, hogy szerintem a viking tematikájú albumok közül, egyet kivéve talán, nekem is az első írás viking albumok közül ez a legjobb. Tehát szerintem ez a legkiforrottabb, legmélyebb. Az első viking metal korszakból igen, ez szerintem is így van, de nálam maga a Twilight of the Gods dal, az nagyon, tehát azt nagyon szeretem. Ugye régen volt nekem ez szokásom, az itt eszembe jutott, amikor eljutottunk a lemezig, hogy megérkeztem a buliba, általában volt péntek este elfoglaltságom, és akkor ilyen 10-9 körül vágódtam be az ilyen ivásokba, ami aztán ilyen szegedi rockklubban végződött általában, ez ilyen kezdett 18-9 tájéka. És odaértem, és akkor beraktam a Twilight of the Gods-ot a bátorban, a negyed órásat, a leghosszabbat, és mindenki ki volt égve, mentek ki cigizni a tohányosak, mert minden jó, hogy menjünk innen, Pistop megérkezett. Szóval szép emlékek kötnek ez, de alapvetően én nem is azt, hogy nem szeretem, nem szoktam annyira hallgatni, de talán ez a legkiforrottabb, igen, és ugye az nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de én úgy tudom, hogy legalábbis volt ilyen időszak, amikor ezt szánta az utolsó bátori albumnak Corton, és akkor ezt ilyen Magnum Opusnak gondolta. Ez nem tudom mennyire igaz, viszont ami másik még, ami érdekesség az albumnak, hogy ez az egyetlen olyan album, amiben full gépdob van. Tehát a doboz géppel van végig. Tehát programozott dobok vannak. Igen. Mert egyébként amiben full nem programozott dob van, az a bátori, az összes, amiben meg full programozott dob van, az ez. Az összes többi albumban így vegyes, tehát így van. Ilyen valamelyiket normál dobbal dobolja fel, valamelyik, tehát és kis részben van valami programozott dob. Tehát mindegyik album ilyen kicsit vegyes. Ez az, ami full programozott, meg a bátori, ami nem. Annak ellenére, hogy az ilyen full gép dob hatású. És azt hiszem, szerintem mindent meg is beszéltünk erről az albumról. Viszont, mivel eléggé hosszúra nyúlt ez, így most elbúcsúzunk tőletek. Igen, ezt ketté vágjuk. Ugye most vagyunk 6 albumnál, és lesz még 6 album a második részében ennek a podcastnek. Az lesz majd a Bátor is podcastnek a második része, és akkor ott majd megbeszéljük a maradék 6 albumot is. Remélem, hogy tetszett nektek ez az adás, hogyha igen, akkor nyugodtan kommenteljátok a véleményeteket a videó alá, vagy akár Facebook oldalunkon is írhattok nekünk, azt használjuk elsődlegesen kapcsolattartásra, de ahhoz az kell, hogy lájkoljátok be a Facebook oldalunkat, illetve kövessétek be a csatornát, illetve hasonló anyagokkal majd jövünk a következőkben is. Hát, de legközelebb majd nyilván ennek a második részével, de hogyha tetszett nektek ez a műsortípus, igazából, hogyha nem, akkor is jövünk még ilyenekkel, mert nekünk eléggé bejön. Ezt mindenféleképpen befejezzük. Igen. Tehát nem lesz olyan, hogy nem volt pénz a második részre, és a filmből csak az első rész készült el. Igen, és majd remélhetőleg lesz majd 4000 év múlva egy bátori zenekarban mutató is, ezt még nem tudjuk. Minden esetre, hogyha ez nektek tetszett, akkor nyugodtan lájkoljatok be és kövessétek be. Én Fejes voltam a Metal Szigettől, és itt volt velem Kristóf. Sziasztok! Sziasztok!